Jó estét, urak, hölgyek! Maflás ma esti adásában egy nagyon izgalmas emberrel fogok beszélgetni. Jó estét, szia! Jó estét, szia! Ebben a műsorban az a szokás, hogy a vendég bemutatkozik. Nem mutatok be senkit se. Ki vagy Jó. te? Én Nagy Ervin vagyok, egy dunaújvárosi születésű sportoló családból származó gyerek, aki színész lett a fővárosba, van egy kislányom, 11 éves, van most már egy feleségem is, és hát egy szerintem egy gyakran harcoló, de nyitott szívű, nagy lelkű ember vagyok. Mm-hmm. Ezt gondolom magamról. Figyelj, ide jövet, motorral jöttél. És amikor azt mondtad, hogy kb. 8-szor lerobbant a motorod. Ez így volt, soha nem állt még meg. Most idefelé véved, tényleg 8-szor. Te a hatodiknál mit éreztél? Hát, hogy el kéne gondolkodni azon, hogy jó irányba megyek-e. Meg hogyha babonás lennék, pont azt gondoltam, hogy babonás lennék, akkor most tuti megfordulnék. Tehát, hogy, de nem vagyok egyáltalán babonás. Vagy azt érzem, hogy én úgy élem meg az életemet, hogy a tetteim befolyásolják, szóval, hogy nem egy ilyen különleges sorsban hiszek, akinek a sugására figyelni kell. Én azt úgy élem, azt hiszem az életemet, hogy én intézem benne a dolgokat, és nem pedig külső erők határoznak meg. Úgyhogy, de gondolom feszült voltál. Képzeld, annyira nem. Uh-huh. De ez azért volt, mert ugye többször áttettük, vagy csúszott egy kicsit, és azt gondoltam, hogy fú, hát most akkor én is csúszok maximum egy kicsit. Mások idejével való szórakozás, az nem szórakozás, ez egy túlzás, de az, hogy a saját tempómat, meg a saját ritmusomat, saját időbeosztásomat élem általában az életben, az sok konfliktushoz vezet nálam. Tehát én nagyon késős ember vagyok. És ezt azért nagyon, egyrészt ebben a szakmában, másrészt ugye szeretteim körében ezt nehéz elfogadtatni, pláne azért, mert egy olyan nővel élek, aki viszont nem késik és szerető, hogyha pontosan történnek a dolgok. Úgyhogy... És miért késem? Sokáig gondolkodtam ezen. Vannak olyan szituációk, ahogy tolom. De nem, lényegben nem akarok oda menni. És akkor úgy egy ilyen valahogy úgy odázom, olyan, mint egy döntés odázása, úgy tologatom magam előtt, és amikor már mindenképpen el kell indulni, akkor késve, de megérkezem. Mostanában ez változott, inkább az van, hogy nem érdekel az, hogy mások hogy állnak hozzá a dolgokhoz. Ahogy az én életem, napom ritmusába kijön a lépés, és az még 10 perc, vagy 15 perc, akkor az úgy lesz. Kicsit hajlítom magamhoz a világot, azt hiszem. És ezt a színházi kezdést is? Azért is van, szerintem a sok-sok csúszásom egyéb helyen, mert ott viszont ott kell lenni. Tehát ott 7 órakor fölmegy a függöny. És ott nincs olyan, hogy Ervinke késett 7:15 vagy 7:30, hanem ez kőkemény is, amikor mi a főiskolára járunk, akkor elmagyarázzák, hogy ez egy olyan szakma, hogy ott kell lenni. És akkor nézzünk nagy boci szemekkel, hogy jó, hát ott kell lenni. Az embernek aztán 20 év múlva, december 23-án, 25-én ott kell lenni 7-kor, és ha törik, ha szakad, bárhol is volt addig, oda kell állni 7 órakor a belvárosba, akkor rájön, hogy ez milyen áldozatokkal jár, és hát ez egy katonaság ilyen szempontból. Ezért az egyéb szorvány területeken szerintem megpróbálom egy picit lopni, csalni az időt pluszba. De ez egy tiszteletlenség. Igen. Minél öregebb vagyok. Plusz még önzéssel párosulva. Abszolút. Tehát, hogy ezt próbálom faragni, és nem gondolom, hogy ebben nincs dolgom. A mások tisztelete az, hogy az idejét is tisztelem, úgyhogy azért ezt próbálom nem egy nagyon kellemet. Tehát nem úgy, hogy kit érdekel, hogy mit szólnak hozzá kategóriába rakni. Igyekszem fejlődni benne, szerintem az elmúlt 5-6 évben sokat fejlődtem ebben. Hány éves vagy most? 45. Az eltelt 40 úgy, hogy nem figyeltem rá. Nem, de felfogtam ennek a jelentőséget. Mindig is tudtam, de azért fiatalabb koromban azért sokkal lazábban kezeltem ezt. Most már azért nem így van. Mm. Letettél eddig ezt-azt az asztalra. Hogy éred el, hogy megőrizd az alázatodat?
Az alázatom változik. Nagyon sokat változott az alázatom. Szerintem a külső szemlélő számára, vagyis főleg a színházban sokan úgy élik meg, hogy én egyre kevésbé vagyok alázatos, egyre tiszteletlenebb vagyok, holott azok iránt, a dolgok iránt tanúsítok egyre nagyobb alázatot, amik azt érzem, hogy nem rabolják az időmet, és azt érzem, hogy tényleg valami minőségről szólnak, és az életemben azokat, amik meg azt éreztem, hogy vagy unom, vagy már nem olyan súllyal bírnak az én mindennapjaimba, azokhoz pedig elkezdett ez a viszony lazulni, egészen addig, hogy kisiktattam az életemből. Tehát most megpróbálom, ma már az alázatom az abszolút értékközpontú, régebben pedig, hogy amikor én színész akartam lenni 18 évesen vagy 16 évesen, akkor az, hogy én oda kerüljek, azért én mindent megtettem. Most, tehát a színház épülete, maga ez az egész művészkedés, ez mindenfajta féle alázatot megért számomra, és mindent el is viseltem érte, és most, hogy öregszem, és átlátom szértébe hosszába, és a benne zajló dolgokat tudom sorrendiségében kezelni, ezért bizonyos dolgok iránt tanúsítok csak nagyon mély alázatot, viszont ott nagyobb alázatom van, mint volt ezelőtt 15 évvel. Tehát ez azt jelenti, hogy ha azt érzed, akkor könnyen, gyorsan tudsz nemet mondani? Sokkal. Igen. És már nagyon radikálisan meg is mondom, tehát már nem is gondolkodok rajta olyan nagyon sokat, hanem mondjuk annyi tiszteletet megteszek, ha valaki számomra fontos ember kér fel valamire, de tudom, hogy ez engem nem fog érdekelni, akkor mondjuk egy napot gondolkodok, és utána visszahívom, hogy sajnos, köszönöm szépen, de nem. Uh-huh. Igen. Sokkal gyorsabban és hamarabb szelektálok. Ez nem mindig azt jelenti, hogy a hochművészet és a fellegvárai az én szakmámnak azt ostromlom állandóan, és én már csak és kizárólag olyan mély művészeti produkcióba veszek részt. Ez sok több lett a magabiztosságom, és ezért olyan területekre is elmerészkedek, és olyan dolgokba is részt veszek, amikben például régebben pipifaxosabb voltam, meg nem tudom, feljebb hordtam az órom. Most sokkal nagyobb bátorsággal megyek bele, akár egy tévéshowba például, tehát már nem érzem azt, hogy olyan részeimet elérni. Régebben a bizonytalanságomat azt egyfajta válogatossággal lepleztem. Most az van a homlokterében az életemnek, hogy minél különlegesebb, vagy érdekesebb, vagy nagyobb kihívások, vagy olyan területek, amire még nem jártam, azokba is belekóstoljak. Most jelenleg ezt élem, vagy úgy érzem. Mennyire legyintett meg a kiégés? Abszolút meglegyintett. Tettem is ellene, nem is dolgoztam. Megérelem, mert nagyon meglegyintett. Most megcsináltam a ezt a tanárt. Három részét leforgattam, és azt éreztem, hogy már nem találunk benne tulajdonképpen sok motivációt, és akkor még jött a negyedik, amit már azt éreztem, hogy ezt nem tudom olyan elánnal csinálni, és utána mondtam, hogy én most szeretnék egy évszünetet, én nem szeretném ezt most folytatni, és a színházba is fölálltam, és elhagytam a társulatot, ahol 20 évig voltam tag. Azt éreztem, hogy nem okoz boldogságot, hanem egy ilyen taposómalomban vagyok benne. Nem is jöttem ki már úgy, azt hiszem, alkotói közösségként se a kollégáimmal, de nem haragudtam, csak azt éreztem, hogy ez a történet elfáradt. Én más csúcsokat és más mélységeket, magasságokat máshol akarom megtalálni, és abszolút. Én rájöttem, hogy ki lehet égni. Tehát rájöttem szerintem 42 éves koromban, hogy abszolút ez a veszély, ez a megállás nélküli dolgozás, ami a magyar kultúrában, vagy főleg a színészek között ez a úristen, csak hívjanak holnap is, meg holnap után is, ez a rettegés, ami az alatt van, hogy majd nem kellek. Egyrészt bennem ez sose volt, én azt hiszem, hogy egy kicsit lehet, hogy többet gondoltam magam, de azt éreztem, hogy ez a veszély ezért nem fenyeget. És szóval, hogy én nem akartam ebbe a csapdába beleesni. Nehezedre esett bevallani magadnak, hogy 42 éves korodban kiégtél? Nem. Számomra ez nem egy ilyen, szóval nem egy olyan dolog, amit szégyelni kell. Szerintem ilyen, aki benne van a darálóban, inkább örültenek, hogy ki tudom mondani, hogy hű, most az baj, hogy engem semmi nem érdekel? De tényleg nem. Tehát, hogy engem nem
az izgalomba az, hogy úgy vele dolgozhatok, vagy vele, és ú, most eljátszhatom a Hamletet holnap után, és hogy az se érdekel. Inkább örültem, hogy minél hamarabb felismertem ezt magamban, hogy kezdek ebbe adott esetben belecsúszni, hogy már csak futunk, de már szívünk nem ver. És tettem ellene. És hogy tudok ellene, meg vagyok elég, talán erre büszke vagyok, hogy vagyok elég bátor ahhoz, hogy változtassak, és ott hagytad a katonát. Ott, most nem volt jó már akkor. Te figyelj, akkor elkezdtél agyalni valami olyasmin, hogy mit fogsz ezek után csinálni? Mert akkor lehetséges, hogy előbb-utóbb abba adjod a színészetet? Azt meglegyint néha, tudod, hogy lehet, hogy ez nem egy végtelen pálya. Tehát, hogy mindig úgy jövünk, hogy itt majd innen megyünk nyugdíjba. Uh-huh. Azért ez jellemez minket, szerintem művészeket. Inkább megpróbálok, még nem kellő intenzitással, vagy még nem érett meg bennem minden nap az, hogy ezért bemenjek és dolgozzak, de olyan társterületek, egy producerkedés, vagy olyan, amiben színész úgy eddig nem szólt bele, vagy nem lehetett ráhatással. Egy kicsit volt olyan produkció ebben a Drakulics elvtársban, executive producer voltam, ahol beleszólhattam dolgokba, vagy hogy reklámozzuk azt a filmet, hogy adjuk el azt a filmet, és tulajdonképpen megtetszett, hogy ülök egy olyan asztalnál, ahol befolyásolhatom azokat a dolgokat, amiről már 20 éve gondolok valamit, és eddig nem volt hozzá közöm, mert ott volt olyan nagy magasan jönnek ezek a nagy döntések, rájöttem, hogy ez azért nem olyan bonyolult, nem egy ördöglakat. Úgyhogy elkezdtem inkább ilyen perem területekbe kipróbálgatni magam. Vagy azt gondolom, hogy forgatókönyvírás, ha olyan ember találok, akivel jól tudok együtt dolgozni, mint mondjuk a Bodzsár Márk, akkor az, hogy közösen agyalunk, és én is befolyásolok egy könyv születését, aztán annak a létrejöttét, tényleg rendes producerként is esetleg kipróbálom magam. De nem az van, hogy gyorsan át akarok ugrani az egyik vonatról a másikra, mert ezt se tartanám igaznak, hogy hú, ezt nem akkor azonnal. Sebességet csökkentettem. Az biztos, hogy hátrébb léptem egy kicsit, habár ez nem mindig így látszik, mert általában vagy a médiában, tehát elég sokat szerepelek, meg általában azok a dolgok, amik már elkészültek, azok folyamatosan az embert utána lekísérik. De visszavettem, mondjuk, ha ötösben voltam, akkor hármasban vagyok. És fölraktam a fejem, és nézelődöm, hogy mi érdekel még engem a pályán, esetlegesen a színészeten kívül. Rohansz? Már nem. Annyira? Nem. Nem rohanok. Sokkal jobban esik a séta. Volt időszak, amikor ez nagyon hosszan nem így volt. Van egy kollégám, akit nagyon szeretek a szarkasztikus humorjáért, és mindig azt mondta, hogy az Ervin az úgy közlekedik a világban, mint hogy 3 napot elvesztett volna. És ez igaz volt rám. Most már nincs bennem, nem azt mondom, hogy nincs bennem, de csitult ez a dolog, hogy mindent ki akarok próbálni az életbe. Tehát, hogy ezt is akarom, azt is akarom, tehát én egy seggel azért 24 lovat ültem, vagy igyekeztem ülni. Szóval, hogy Mire emlékszem? Igen, aztán az ember, tulajdonképpen mindenre emlékszem, tehát minden ez lett egy érzelmi viszonyom. De hát aztán, ha pillanatokat kell megfogalmazni az életben, amik sarokpontok voltak, meg amik, hát a szakmámból is föl tudok sorolni, amikor állok a Sydney Opera színpadán is, felállva tapsol a közönség, és de ugyanúgy emlékszem instrukcióra, amit egy buta hétfő délután 3-kor kapok az Asher Tamástól, kezdve, hogy a gyerekem megszületik, és üvölt. Tehát, hogy nagyon sok dolgot tudok felsorolni, amennyire kapkodtam, annyi mindent nem. Tehát amennyire azt gondoltam, hogy minden fagyiba bele tudok nyalni az életbe, azért azt nem tudnám ide az asztalra az összeset lepakolni, ami miatt én annyira futottam. Van egy gyerekkori, nem tudom, talán anyámtól örököltem most, mert egyre inkább látom, hogy a hezitálásban, tehát nem döntök valami mellett, hanem akkor azt mondom, hogy ide is megyek egy kicsit, meg oda is megyek egy kicsit, meg oda is megyek egy kicsit. És akkor mindegyiket megnézem, hogy ne kelljen azt mondani, hogy ez, és a másik kettőről meg lemondani. Lemondani? Most ezt úgy mondom, hogy van egy este, ahol el lehet menni ide, mindenhol érdekes dolgok vannak. És én
inkább itt maradok 10 percet, mint azt mondanom, hogy engem ezt elejétől kezdve én itt leszek, végigérez azt az ívet, azt a történést, azt végigélem, megélem és ott maradok. Ez sokáig jellemzett, ez is egy kicsit átrébb van most már az életembe. Ez olyan, mint a magyar turista a Louvre-ban. Abszolút. Abszolút. Én magyar turista vagyok a Louvre-ban. Figyelj, és a belső béke mikor következik be nálad? A belső béke? Este? Reggel? Hétvégén? Amikor így megadom magamnak. Ez nem volt rám jellemző, de kiszakítom magamnak a lamból. Egyszer csak. Nem tudom mi hozzá, de hogy például én nagyon szeretek, ide lelassítottam magam, hogy úrisport ide-oda, én golfozni nagyon megszerettem. Tehát, hogy ezek a nagy épített zöld terek, ez engem nagyon lenyugtatnak, és akkor ezt este nem, a színész az este spanolódik fel, ez nehéz, hogy amikor mindenki nyugodóra tér. Minden este játszom? Nem, most már sokkal kevesebbet, ezt is visszavettem, most már van, szerintem az az ideális, az ember 12. Én ebben a korban 12-15 között játszol, és akkor minden második estét nekem az, nagyon fájt a 15 évenben, meg főleg a lányom, amikor pici volt, hogy apu mindig megy este dolgozni. Engem ez elkezdett zavarni nagyon idősebb koromban. Ezért is tettem, kevesebb előadásom van, visszavettem. A délutánokban tud eljönni, vagy elmegyek a Rudasba a barátommal és dumálunk. Ilyen helyeken jön el számomra a béke. És amikor egyedül vagy, akkor mikor? Egyedül? Hát ha nem rohanok sehol, és akkor a reggeli kávé. Reggeli kávé a két kávé, amíg azt megiszom. Egyedül? Egyedül. Korán kelő vagy? Nem. Későn. Későn kelő vagyok. Ilyen, szeretek későn kelni, szeretek nem valahová sietve elindulni. És akkor úgy megadni a délelőtbe azt a fölkelést. Nyilván ez olyan, mint egy ilyen szombat, vasárnap, amikor az embernek nincs dolga, én ezt hétköznap is nagyon szeretem, és akkor inkább késő estig intézem a dolgaimat, tehát hogy este 8-9-ig úgy el vagyok, vagy 10-ig is. Igen. Jól vagy a bőrödben? Én jól. Nekem engem nagyon megnyomott azt hiszem úgy, hogy próbáltam tartani magam, de azért engem a válásom az megcincelt. De miért? Miért váltál? Beleszerettem egy nőbe. És belevettem szerelmes, és vele akartam élni. Uh-huh. És közben ott volt egy kisgyerekem, meg volt annak az édesanyja, és ezt nagyon hosszan lelkiismeret furdalásban, én nem mondtam ezt el, és azt hittem, hogy ezen túl tudok lépni, de nem tudtam túllépni. És most együtt, sőt, feleségem is már ez a nő, és az azért őszintén szólva, hogy megházasodtam, az még hozott ezen a lelassuláson. Tehát ez, számomra azért ez egy megérkezés volt. Azt mennyi idő után mondtad el a gyerekednek, hogy apa és anya elválik? Az elég hamar megjött, amikor már ez publikus lett, hát olyan 3-4 hónap után. Hogy fogadta? Még pici volt nagyon. Nem emlékszem a pillanatra. És most hogy fogadja? Csodálatosan. Az azt jelenti, hogy egy az egybe megmondja, hogy mit gondol. És az nem szép. Neked? Nekem se. De úgy vagyok vele, hogy büszke vagyok rá, hogy ennyire vállalja a véleményét, és nem egy jó kislányt játszik, hanem elküld a picsába. Bátor? Bátor. Nagyobb bírom ezt benne. Oda-vissza vagyok érte, tudom, hogy nagyon nehéz neki, de hogy az, hogy az apjával szemben olyan biztonságban érzi magát, hogy bátor, és ezt megugrotta, és ezt így mondja, ez szerintem... Miket szokott mondani, ami fáj? Ami fáj? Hát, én ezt elcsesztem. És mivel? Hát, azt, hogy elhagytam őt. Hát nem hagytad elő. Ezt mondom én is. De ő ezt így éli meg. De akkor miért nem kérdezed meg, hogy miért érzi így? Beszélgetsz vele nap, mint nap? Beszélgetek vele sokat, igen. Sokszor vagyok jelen az életében. Abszolút. Akkor miért érzi?
Ezt ahhoz időpillanathoz köti, amikor én elmentem onnan, és amikor én elköltöztem. De hát gondolom, hogy az előző házasságod akkor már egy jó ideje nem működött. Valami nem működött benne. Persze, nem működött benne. Igen. Mi? Hát ezt most így nem mondanám el. Tudom, hogy most ez elég furcsa, mert nem szeretném, mert nem adtak rá feljogosítást. Jó. De önmagad dolgairól tudsz beszélni? Önmagam dolgairól beszéltem. Vagy önmagad érzéseiről? Igen, igen. Tehát elképzelhető, hogy a tiszteletet szűnt meg. Azt lehet, hogy valami más volt az én elképzelésem arról, hogy vagy nem, más volt a hőfok, amin égni akartam, azt hiszem, valakivel. Aztán megszűnt egy szerelem, és lett helyette egy új. Mi van a szerelem? Mitől lesz a szerelem? Kémia? Illatok? Illatok, kémia, mozgás. Szavanna. Nem tudom. Elmegy az, akiről utána nem tud levenni a szemedet, bármennyire is szeretnéd, vagy azt gondolod, hogy kulturálisan, szociálisan, hogy... Hogy akkor vadállat leszel, hogyha szerelmes vagy? Na, én azt hiszem, igen. Uh-huh. Én azt hiszem, igen. Igen. Hát akkor hirtelen leegyszerűsödnek dolgok, és... Én legalábbis azt hiszem, úgy így élem meg, hogy leegyszerűsödnek dolgok, és... függővé válsz valamitől. Tehát akkor te valójában arra vágyakozol, hogy a dolgok egyszerűsödjenek le? Akkor arra vágytam, igen. És most? Is. Most jó ez az egyszerűség, ami van. Viszonylagosan kitisztultak ezek az utak. Hogy miben érzem jól magam, és hogy érzem jól magam. Mindig agyalsz? Egyáltalán nem. Sőt, leginkább nem agyalok. Ilyenkor, amikor megkérdezed, akkor így megpróbálok visszatekinteni és valami eszenciát nyújtani arról, hogy én kb. Hogy éltem. De én nem szoktam agyalni, én abszolút ösztönből működöm. De képes vagy arra, hogy nem gondolsz semmire sem? Az nagyon boldogító. Igen. Tehát a reggeli kávénál például nem gondolok semmire. Imádok bambulni. És szeretem, amikor nem történik semmi, és semmire nem kell gondolni, hogy minek kell. Az a dolgom, vagy az a dolgom, vagy az a dolgom. Ez áldásos, de elég sokszor el tudom érni a napjaimban. Inkább azt csinálom, hogy semmire nem gondolok, pedig tudom, hogy zakatol a világ mellettem, és mennyi minden, de kiveszem magam belőle. Uh-huh. És akkor ismerős. Ismerős? Te is csinálod? Már régóta. Gyerekkoromban, amikor először konstatáltam, hogy képes vagyok nem gondolni semmire se, akkor nagyon megijedtem, hogy ez mi. Hogy semmire, a semmire gondolás? Semmire. Nincs az agyamba gondolat. Most is voltam egyébként, Nászúton voltam, és csodálatosan ebbe, rengetegszer telt ebbe. Nagyon jó volt. Akkor... Úgy látszik, hogy a gyerekednek sokszor fogod még elmagyarázni, hogy miért váltál el, mert ezek szerint nem érti. Valószínűleg még így lesz. Bűntudatod van? Volt. Kifejezetten. De miért? Hát minden ember ezt alapjába véve arra törekszik, hogy boldog legyen. Igen, igen, de amikor már volt. Abszolút volt, és ez a bűntudatom egyébként, azt nem mondom, felszámolódott, de azért tehát, hogy már nagyon másképp látom. Nyilván azok az érzelmi kilengések, amiket én okoztam ezzel a dologgal, azért az egy idealisztikus dolog, amikor az ember, én legalábbis ahogy elképzeltem, ha egyszer megházasodom és gyerekem lesz, akkor az egy mézes kalácsházikóba gondolja az ember magát ilyenkor. Tehát, hogy idealisztikus az elképzelés, erről nekem is az volt. És az annak a széthullása, hogy ezt nem tudtam végrehajtani, ez nem jött össze úgy egyszerre, mint a népmesébe, bassza meg. Pedig toltam magam előtt hosszan, tehát én nem az volt, hogy forró fejt, 31-32 éves voltam, 33 voltam, amikor megszületett a gyereket. Mikortól mondanád magad éretnek?
40. Hát akkor nem voltál érett? Nem voltam. És nem voltál felnőtt, mert tehát, tudod, a törvény nem ismeretesen kicsen mentesít, mert persze, hogyha valaki felnőttnek látszóan alakít ki egy kapcsolatot, idő kérdése, hogy mikor lesz vége. A felnőttnek látszik a kapcsolat, ha látszol? Ne, hát te látszol felnőttnek. Hát végül is annak látszottál, jó színész, sok szerep, sok elfoglaltság, anyagi biztonság, stb. Stb. Hírnév, látszólag minden megvolt. Persze, hát ezek azért még, ezek csak dolgok, meg körülmények, de hát feltétlenül még nem az emberi. És egyébként is a mi szakmánkban szerintem lassabban növünk fel. Uh-huh. Jóval lassabban. Ezt mindig mondjuk, hogy örök gyerek, mert játszik a színész, de én ebben nem értek egyet, de a valósághoz való viszonyunk egészen biztos, hogy más. Nem tudom, ebbe a székbe ültek már színészek, hogy mit mondtak erről, de én ezáltal a felnőtt, tehát hogy egy kicsit azért az egy Wonderland, tehát hogy amiben ott mi vagyunk. Tehát ez egy másik valóság, és annak nagyon sok aspektusa másképp van, mint az életben. Gyárkózott pasibb vagy? Egyáltalán nem. Másról könnyen beszélsz? Könnyen. Én szerintem egy könnyen megnyíló fajta vagyok. Kívülről azt mondják, hogy olyan morózus vagyok, meg olyan nagyképű, és akkor inkább távolságot tartanak, de én ezt úgy nem is bánom. De akit szeretek, az nagyon közel tud lenni, és nagyon hamar tudok. Az előző feleségeddel kapcsolatosan gondolom, megérezted azt, hogy a házasságodnak vége van, meg a kapcsolatodnak. Igen. Elmondtad neki? Időben? Nem. Miért nem? Hát ez is egy érzés. Mert az ember a mézes kalács házik óta azt gondolja, hogy még ha reped is, akkor is majd ez valahogy össze lesz tákolva. De ez csak egy illúzió volt. Ez akkor így van. Akkor ezt így nem láttam még. De most odáztam. Már tudod? Már tudom. Persze. Az, hogy másképp tudnám-e csinálni, az egy érdekes kérdés. Hogy erre remélem, hogy most fogod másként csinálni. Most biztos másképp csinálom. Mert hát abba, akibe szerelmes vagy, az emberből van. Igen. Tehát vannak hiányosságai. Igen. El szoktad mondani neki, hogyha valami zavar benne? Sokszor. Meghallja? Nem mindig elsőre. De... Miért nem? Mert szerintem én sem hallom meg elsőre. Tehát, tudod, hogy miért nem hallod meg? Gondolataim vannak róla, hogy kb. Miért nem lehet. Az első... Például ez a csúszás, késés. Elmondtad, hogy ő egy nagyon precíz. Igen. Ember. Én azt látom, hogy ezt akkor csinálhatja meg az egyik, amikor a másiknak ezekre a tettekre nincs megfelelő következmény hálózata. De én nem csinálom meg vele, hanem mondja, és utána nem csinálom meg vele, és törekszem rá, és egyébként ezt észreveszi, hogy én erre törekedtem, hogy neki jó legyen. Mert az fontos, hogy vele mi történik ebben. Ezek szerint változol. Hát, nagyon remélem. Ha nem leszel már színész, mi leszel? Az már nem lehetek, sebész lennék. Nagyon szeretnék orvos lenni. De hát nem leszel orvos. Nem leszek orvos. Mi leszel? Tudod, miért fontos? Okay. A kiégés, én azt gondolom, hogy egy természetes folyamat. Ez olyan, mintha kezdetben a legfinomabb csokit eszed, és ez nagyon ízlik. És sokáig nagyon ízlik. És végigeszed az összes töltelékű csokit. De előbb-utóbb rájössz, hogy a csoki az csoki. És már nem érzed, hogy édes. Akkor fontos a megújulás. Igen. A váltás. Igen. Képes leszel arra, hogy akkor abba adni az evést, amikor az a legjobb? Amikor a legjobb? Hát amíg örömet okoz az evés. Színészetre gondolok.
A színészetre, hogy nullára, hogyha azt érzem? Nem nullára, amikor az a legjobb. De az mi a legjobb része? Amikor végre, na jó, ez ilyen szempontból bonyolult, hogy amikor szeded be, hogy ú, de jól kijön, mert fürdesz benne, van a sikerébe, vagy a csinál, amikor, Nem. Arra gondolok, amit nagyon kevesen vesznek észre, amikor benned a lendület már csökken. Senki nem látja. Senki nem érzékeli. De te már érzed. Neki durálod magad, visszatolod magad az eredeti szintre, látszólag. De már elfogyott a valódi. De már érzed azt, hogy a benzin az fogy. Igen. Akkor fogom abba hagyni, amikor nem találom el azt a motivációs szerepet vagy dolgot, amiért én, ha kell, akkor 7 nappal átéve tudok dolgozni, és akarom. Akkor abba fogom hagyni. Mármint, hogy akkor, vagy akkor kimegyek egy olyan részére, ami nem a színészet, de ott van a közepet. De abba épp úgy fogsz hinni, mint a színészetbe? Mert tudod, hogy a legtöbb ember azért cseszik ki magával, mert azt mondja, oké, azt fogom csinálni, és ezt racionálisan közelíti meg, és nem hitből. Hát én csak olyan dolgot tudok elképzelni, ami olyat csinálok, ami nulla, tehát ami a minimum azt tudja elérni bennem, mint amit a színészet elért a kezdetekkor. Nem most, hanem ami legelőször. Azt azért szerintem kurva nehéz megtalálni. Ha szívből figyelsz, megtalálod. Biztos, igyekszem. Már keresem magamba azokat a részeket, ahol amit ugyanolyan elánnal tudnék. Akkor nem fogod megtalálni. Ez nem olyan, hogy BCD verziókat, ilyen lábakat növesztek, nem így gondoltam rá. Hát nem tudom, hogy figyelj, mennyire kell, nyilván olyan... Nem tudom, hogy lesz ez. Őszintén szóval nincsenek még terveimre. De figyelj... De nem gondolom, hogy nem hallom meg majd azt a dolgot, hogy fülvezd meg, kiment mögül le, kiment a fedezetem. Én igazából csak egy érzésre gondolok. Amire mostanság nem nagyon figyelnek 21. században élő emberek. Te tudsz által? Te váltottál? Te mire váltottál? Neked a vendéglátó? Vagy melyik, mi volt? A vendéglátó. Imádom a vendéglátást. Ez szerintem egy kurva érdekesen jó irány. De azért társzakma egy picit neked ez? Bizonyos szempontból igen. Mert tehát az emberismeret az van. És most hétvégén is volt egy hölgy, aki rengetegen voltak nálunk, és nehezményezte, hogy nem kapta meg a forró csokiját. De kifejezetten cinikus volt. Uh-huh. És beleálltam. Azért álltam bele, mert kiderült, hogy dolgozott vendéglátásban, akkor pontosan tudta volna, hogy és látta volna, hogy mindent megteszünk, hogy mindenki megkapja. Uh-huh. De sok luddisznó győz. De ebben a világban élő emberek már türelmetlenek, erőszakosak, azonnal akarnak mindent. És a hibát nem törik a pénzükért. Nem. Miközben nem veszik tekintetbe azt, hogy ahol emberek vannak, ott hibázás lehetséges. És ezt elfogadják. Miközben elmondta, hogy amit megkaptak, az nagyon jó volt. Akkor ez mi? Szóval igen, váltottam, mert rájöttem arra, hogy bármennyire is szeretem a szakmámat, de telítődhetek. És inkább váltottam. És nagyon sokáig nem gondolkodtam, hogy mit, nem tudtam, hogy mi lesz, hanem csak figyeltem. Figyeltem és éreztem. Uh-huh. És amikor megcsapott az a akkor mondtam, hogy ez az. Ha így fogom, vagy ebbe a hasonlatrendszerbe, én szellőztetek most. Én azt hiszem, azt csinálom. Én szellőztetek, és még így is büszke vagyok arra, hogy le tudok szállni arról a 250-nel robogó vonatról. És nem hiszik el, hogy tényleg elmentél ott, és nem. Ezt nekem hidd el, hogy sokkal fontosabb. Balaton szőlősen nézem a
a semmit, ez most nekem kell. Hogy én ezt kihasítom, és szerintem én ezt nagyban másképp csinálom, és még hamarabb felismertem talán, mint mások. Ha eljön az a tehát, hogy én ezt így érzem egészségesnek, de lehet, hogy lesz egy pillanat, amikor az egészet nullára kell írjam, és teljesen másba vágni a fejszímet. Még nem jött el az életembe az a pillanat, amikor azt hiszem, hogy most váltani kell, most kezdjek el így figyelni egy-két évet, vagy hármat, hogy mi az, ami elkap. De jól érzem magam a bőrömbe attól, hogy a szakmám nem esz meg, és hogy nem lettem úgy a rabszolgája, hogy megmaradt az a kormányzó képességem, hogy én alakítom, én takkolom, én választom ki, és hogy nem uralkodik rajtam, hanem én tudok ebben valamelyest diktálni. Talán erre vagyok a legbüszkébb így a pályám során, hogy ezt így el tudtam ebbe érni. Hát Ervin, vigyázz magadra. Igyekszem. Urak, hölgyek, ma esti maflásba a kedves színész úrral eddig tartott a beszélgetés, sok mindent érintettünk, vigyázzanak magukra, szép estét.